A Sátoraljóhelyi középiskolák, szakképző iskolák és technikumok végzős diákjainak utolsó megmérettetése az érettségi vizsga. Az oktatási intézmények ezt megelőzően próbaérettségiket tartanak, ahol a diákok megtapasztalhatják a vizsga hangulatát. A Sátoraljóhelyi Georgikon görögkatolikus mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum végzős tanulói is próbaérettségit tettek a héten. Készülünk az érettségire, próbaérettségi írása zajlik éppen a mai napon. Itt a hátamnál lévő teremben éppen matematikából írják a próbaérettségit a diákjaink. Hát mit lehet róla tudni? Hát nyilvánvalóan az érettségire készülünk, a mi intézményünkben is, a szakgimnazisták, a technikusok, és a 2/13. Évfolyamosok, tehát azok a diákok, akik szakképzőiskolában végeztek, és mégiscsak érettségit a 3 éves képzés után mégis úgy döntöttek, hogy szeretnének itt maradni nálunk, és 2 év alatt érettségit tenni, tehát az ottani végzősök is most évvégén majd nyilván az érettségit megpróbáltatásain próbálnak majd túl lenni, és hát mindannyian izgulnak. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lehetőség az, hogy ezen a mai napon egy kicsit meg tudják tapasztalni azt az érzést, azt a hangulatot, ami az érettségén zajlik. Ennek a megmérettetésnek még nincs olyan tétje, mint az érettségi vizsgának, azonban ezt a tanárok és a diákok is egyaránt komolyan veszik. Nyilván ennek még olyan tétje nincs, mint egy rendes érettségének, de ugyanúgy megpróbáljuk komolyan venni, tehát központi javítás van, és ugyanúgy megpróbáljuk ővelük is komolyan vetetni, mert legalább látják azt, vagy érzik azt, hogy milyen hangulata van, és hát az eredményből pedig látják azt, hogy hol járnak a felkészülésben. Én azt gondolom, hogy soha nem késő egy kicsit rákapcsolni, erre biztatjuk a diákjainkat is. Az utolsó néhány hét, az utolsó néhány hónap a felkészülésben kulcsfontosságú, úgyhogy ez is talán hozzájárul ahhoz, hogy egy kicsit utána komolyabban vegyék a tanulást, és valóban felkészüljenek az érettségére. Minden évben igyekszünk részt venni ebben a próbaérettségben, tehát részt venni és próbaérettségit is csinálni a diákjaink körében, nagyon sokat jelent. Már van egy rutinjuk, igyekszünk meggyőzni őket a felöltözés szempontjából is, tehát úgy jöjjenek el, úgy is készüljenek rá, hogy lássák azt, hogy körülbelül hol tartanak a felkészülésben, és ne vegyék felvárról a dolgokat. Én azt hiszem, hogy a diákjaink ezt megértik, és fontos számukra, mert maga az érettségi során már egy nagyobb rutinnal tudnak majd hozzákezdeni, akár a feladatoknak a megoldásához is. Ebben a tanévben az érettségi vizsgák május 2-án kezdődnek meg a magyar nyelv és irodalom tantárgy feladat soraival.